A Magyar Tudomány Napján a jövő volt a téma. A digitális áttörés, mint a fiatalok tudományának térnyerése, ma már mindenhol szóba kerül. Nincs olyan terület, ahol ne lenne szüksége a digitális eszközökre, ezáltal például az elektronikus kommunikációra. Az ETUTOSZ főiskola és a tatabányai törvényszék a most aláírt megállapodás értelmében a jövőben kölcsönösen segíti egymást a tudásgyarapításban. Bár elsősorban gazdasági ismeretek, amiket itt tanulnak a hallgatók, de itt akár szervezetfejlesztés, vezetéselmélet, ilyen jellegű tudás birtokában is vannak a jelenlévő oktatók, és mi szívesen vennénk, hogyha a mi saját képzési körünkben fordulhatnánk az ETUTOSZ főiskola felé, és mi magunk kaphatnánk az önök tudásából, természetesen megnézve, hogy melyek azok a területek, ahol esetleg mi tudunk például valamit is pluszt hozzáadni az itteni képzésekhez. Gondolok itt arra, hogy gazdasági társaságok számvitelét tanítják például ezen a főiskolán, de államháztartási számvitelt például nem. Ez ugyan egy aránylag vékony mesdje, de például mi kiváló szakembereink vannak, és például gondolnánk, hogy ez egy olyan terület lehet, amivel mi is hozzáadhatnánk, és nálunk a képzési rendszer elég alapjaiban változott meg, helyi, regionális képzések vannak, és szeretnénk továbbfejleszteni ezt a kapcsolatot, akár még, hogyha sikeres az együttműködésünk, akkor egy országos szint emelve és az országos bírósági hivatal felé delegálni azt, hogy milyen kölcsönös tapasztalatunk van. Ami pedig az igazi áttörést jelentheti az oktatásban, az maga a jövő. A Tudomány Napján a robotoké volt a főszerep, de az emberi tényezőt sem szorították háttérbe. A tudomány ünnepén az egész ország a tudományt ünnepli, az észtést, azt, hogy mennyire szükségünk van gondolkodó emberekre. Az eszközeink egyre okosabbak, és minden eszköz csak tőlünk lesz okos. Ezt az észt és a gondolatokat nekünk kell felelősséggel belevinni az eszközeinkbe. Ezt a gyerekeknek minél hamarabb szeretnénk már megmutatni, a felelősséget is megmutatni vele együtt, hogy igaz ugyan, hogy helyettünk sok mindent megcsinálnak, de azt, hogy mit csináljanak meg, azt nekünk kell tudni, hogy mire fogjuk a robotunkat. Tehát az irányítást, akármennyire okosak a kütyüjeink, mégiscsak nekünk kell belevinni ebbe. A mostani Z-generáció már ezekbe az eszközökbe élt benne, nagyon be tudja őket szippantani, viszont nem szabad elfeledkezni arról, hogy gondolkodni nekünk kell, és a motivációt soha nem a gépektől fogjuk kapni, az emberi tényezőből nem kihagyható. Tehát az, hogy itt a felelős vállalatok, személyek, a társadalmi összefogásnak ebben hallatlan nagy felelőssége van, hogy úgy vezesse be a gyerekeket a digitális életbe, a programozásba, hogy közben az emberi oldal ne maradjon háttérbe, hogy csapatmunkára, a gondolatok megosztására, a problémák iránti érzékenységre, hogy milyen kihívásokat állít elénk az élet, mindig elég érzékeny legyen. Arról, hogy a programozással és a robotépítéssel foglalkozó diákok hogyan tudják hasznosítani ezt a tudást később a munkaerőpiacon, illetve milyen versenyeket szerveznek számukra, csütörtöki fórumunkban bővebben is hallhatnak, láthatnak. Egy csapatnyi rendőr érkezett az iskolába, ami közös volt bennük és a diákokban, az a származásuk. Mindannyian romák. Megilletődve hallgatták végig a tatabányai Füzesúti iskola leányai azt a foglalkozást, melyel a rendvédelmi pályára csábítják a fiatalokat. Az Országos Rendőrfőkapitányság és az Európai Roma Rendvédelmi Intézet azt az ösztöndíj programot népszerűsítette, amellyel a tanulás mellett a családi költségvetéshez is hozzájárulhatnak a diákok. Jó példa pedig akad bőven.
9 éve dolgozom a Dorogi rendőrkapitányságon, és úgy kerültem a rendőrség kötelékébe, hogy amikor szakközépiskolába jártam, még érettségi előtt, az osztályfőnököm keresett meg, hogy a megyei rendőrfőkapitányság és a helyi roma önkormányzat indított egy pályázatot roma származású fiataloknak, hogy bekerülhessenek a rendőrség vagy a rendvédelmi szervezet kötelékébe. Elindultam ezen a pályázaton, ezt meg is nyertem, és ennek a pályázatnak az volt a lényege, hogy be kell iratkoznom vagy egy rendészeti szakközépiskolába, vagy az akkori rendőrtiszti főiskolára. És ezt el kell végezni. Ők ezért nekem havi ösztöndíjt nyújtottak, és támogatták a rendvédelmi pályára az orientációmat. Nekem ugyanúgy kell intézkednem egy roma emberrel is, meg egy nem roma emberrel is. Maximum úgy tudok velük kicsit közelebbi kapcsolatba kerülni az intézkedések során, hogy én ismerem, hogy ők milyen kultúrából érkeztek. Tehát én jobban, valamilyen szinten jobban szót tudok velük érteni, de viszont a törvény, ami rám is vonatkozik, meg rá is vonatkozik, az mindenkire ugyanúgy vonatkozik. Tehát amit nekem le kell velük intézkednem, az ugyanúgy folyik, mint egy nem roma állampolgárral szemben. Azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy a roma fiatalok, azon belül most a lányok tudjanak azokról a lehetőségekről, amelyek azt biztosítják az ő részükre, vagy elősegíti legalábbis azon szándékukat, hogy a rendőrség, illetve a rendőrségi szervek állományában jelentkezzenek. Azt gondoljuk, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknak, a roma fiataloknak a rendőrség, a rendvédelmi pályák, hivatások kitörési, illetve kiváló karrier lehetőséget jelentenek. Mi a tapasztalat? Jelentkeznek a fiatalok rendőröknek? Egyre többen vannak? Sikeres a toborzás? Igen, azt gondolom, hogy igen. Évről évre egyre több roma, illetve hátrányos helyzetű fiatal jelentkezik a rendőrség, illetve a rendvédelmi szervek állományában. Nyilván ez a folyamat nem gyors, de a tapasztalat az, hogy az előbb is mondtam, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek, és egyre inkább van egy általános kép a fiatalok körében arról, hogy a rendőrség egy tényleg egy jó lehetőség arra, hogyha valaki szeretne egy biztos egzisztenciát, biztos munkakörülményeket és egy jó élethivatást választani. A foglalkozás végére feloldódtak a fiatalok, és mertek kérdezni is. Legyen szíves, mit kell azért megtenni, hogy lerendőrnek legyünk? Először is, majd hogyha... Most hányadikos vagy? Négy. Majd ha nyolcadikos leszel, akkor majd el kell menni érettségre, vagy gimnáziumhoz a középiskola, és hogyha érettségben jól teljesítesz, nem az érettségit, akkor majd el kell menni rendőr szakközép, vagy rendőrtiszti főiskolára. Az attól függ, hogy te mennyire vagy jó tanuló. Ha nagyon jó tanuló vagy, akkor rendőrtiszti főiskolára mész, hogy jól én is mentem, és akkor tiszt leszel, ha pedig nem kevésbé, akkor szakközépiskolába mész. Fizikailag jól kell lenni, egészségesnek kell lenni. Futni kell, sportolni kell, nagyon-nagyon sokat kell tanulni. Rendőr leszel te is? Igen. Akkor is. Te is. Kisebbeket, azt mondom, hogy az alsó tagozatosokat, inkább azt, hogy mit csinál egy rendőr, inkább a látszat, azt, hogy demonstratívan kint vagyunk, és igen, ő már látott rendőrt, mert sétál, mert gyalogos szolgálatot lát el, és hogy milyen jó a rendőröknek, ez inkább az a felnézős kép, viszont már az a korosztály, aki a pályaválasztás előtt van, annak inkább az, hogy mi az, amit meg kell tenni azért, hogy rendőrök legyünk. Én azt mondom, hogy itt most, ahogy a gyerekekkel beszélgettem, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, ami jó, illetve annyi, hogy már látszik rajtuk az, meg már szakterületenként kérdezgetik, hogy na, egy nyomozó mit csinál, na, egy közrendes járőr mit csinál, és ki az, aki kint szolgálatban akár igazoltat. Tehát én azt mondom, hogy már megvan egy elhatározott képzelésük arról, hogy melyik szakterületen szeretnének dolgozni, nyilván ez majd még idő kérdése. A lányoktól gyakran elhangzott az, hogy milyen szép vagy, és hogy lehet-e sminkelni magad a rendőrruhában, ilyen kérdések is foglalkoztatják őket? Inkább csak az, hogy mennyi idős vagyok, mióta vagyok rendőr, és hogy van-e már férjem, de egyébként most ezek hangzottak el, többnyire az, hogy mennyi idős vagyok, nyilván nekik is kell egy bizonyos kategórián be tudják magukat illeszteni ebbe a szerepbe, hogy ők ennyi idősen majd hova fognak tudni elérni.
A rendőrség esélyegyenlőségi programjának köszönhetően évről évre egyre több roma fiatal választja a rendvédelmi hivatást, és munkájukkal ők is aktívan hozzájárulnak a közbiztonság, a közrend fenntartásához. Tudom modulálni is, hogy impulzus lézer legyen, ne folytonosan sugározzon, hanem impulzusokba, és a többi, és a többi. Itt ki tudják mérni a diódalézernek úgynevezett karakterisztikáját, tehát hogy függ a kimeneti fényintenzitásom a bemeneti áramtól, a hőmérséklettől és a különböző tényezőktől. Erre van itt egy fotodióda, és a fotodióda jelét pedig az oszcilloszkópon mérik a hallgatók, akár impulzus üzemmódban, akár folytonos üzemmódban lemérik, csinálnak egy jegyzőfönyvet, szép grafikonokat, akár számítógéppel, akár pedig a szép kockás, mi volt még, milliméter papíron, amin én meg néhányan aztán közünk egy évjáratba tartozunk. Nem csak ebben változott a világ az elmúlt 20 esztendőben, és az sem baj, ha alig értettünk belőle valamit. A felvételek a Tatabányai Edutus főiskolán készültek, a hallgatóság pedig az idén jubiláló mérnökkamara tagsága. A megyei elnök szerint olyan gyorsan változik a technika, hogy nem csak a pap, de a mérnök is holtig tanul. Mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy adott kérdésekben ne legyünk naprakészek, up to date, és ne tudjunk megoldásokat mondani, és ehhez pedig annyit látni kell, hogy borzasztóan fölgyorsult minden. Legyen az környezetvédelem, legyen az energiaracionalizálási terület, stb. Tehát számtalan dolgot lehetne mondani. A kamaránk egy szolgáltató jellegű kamara, amelyik gyakorlatilag a tagjaink eligazodását, mindennapi jogszabálykövetését ugyanúgy kézben szeretné, kézben tartja, mint a mérnöki szakma gyakorláshoz tartozó továbbképzési rendszert, és hát ehhez mindenféleképpen napi kontaktus kell tulajdonképpen a kamarai tag és a titkárság között legalábbis. Hogy Komárom-Esztergom megye egy szerencsés megye, és nem csak ma, hanem évtizedekre visszanyúlóan. Itt minden meglehetősen hamar, korán végbe ment. Közlekedési infrastruktúra fejlesztés tekintetében emlékezzünk vissza rá, az M1-es autópálya épült ki legelőször. Bocsánat, M7-es az megelőzte. Jó. Majd ezt követően akár vasúti infrastruktúra fejlesztésben, de hogy tovább lépjek, mert ez közlekedés, ezen túlmenően a gazdasági élénkítési területen is. Gyakorlatilag ez a megye, ez a második megye, harmadik helyen van országos megítélésben, és ezek a fejlesztések, ezek mindenféleképpen a mérnök jelenlétét igénylik. A projekt kigondolása, megtervezése, megalkotása és végrehajtása kapcsán. Éppen erre irányulóan a 20 éves évfordulónkra egy 20 év, 20 mérnöki alkotás kiadványt készítettünk, azzal a szándékkal, hogy be tudjuk mutatni, hogy mi minden mögött vagyunk ott, mint mérnökök, és hogyha úgy globálisan akarom megfogalmazni, akkor nincs olyan szegmense az életnek, ami mögött valamiféle alkotó, kreatív, mérnöki tevékenység ne húzódna meg. Az időseket köszöntötték Várgesztesen. Ilyenkor alkalom nyílik a beszélgetésekre, nosztalgiázásra is. A mai rohanó világban talán kevesebb időt töltenek együtt a különböző generációk képviselői, pedig nem volt ez mindig így. Régen ugyebár egy házba több generáció lakott, vagy legalábbis a fiatalok a közelben dolgoztak és hazajártak. Vagy a szülői házhoz jöttek lakni, vagy mellette építkeztek. Most meg mindenki szeret külön-külön. Ez egy egészséges dolog, de egy idő után van hátránya, mert a szülői ház kihal.
A lakosságnak a 31%-a 60 év feletti, és mi nem a fővárosból hívunk művészeket, hanem nálunk az óvodások, az iskolások, a dalkör, a táncosok, ifjúsági és felnőtt tánckarosok adják elő mindig az újdonságokat. Tehát ez meglepetés az időseknek, de hatalmas öröm a családoknak is, hogy újra előállnak. Figyelnek arra, hogy egész más legyen a műsor, vagy jobb legyen, vagy egy picit az újdonság erejével hason, hogy nem a tavasszal látottakat, vagy a csengő napon látottakat mutatják be. Gesztesen megbecsülik a szépkorúakat, nem csak évente egyszer, hanem a civil szervezeteken keresztül számtalan programon is részt vehetnek. Mi több, ők maguk szervezik. Ezért lehet igaz a mondás, a nyugdíjasok sosem érnek rá. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a hagyományőrzőknek a vezetője is vagyok, és nagyon sok programunk van. Együtt programozunk a somlójakkal. Várgesztesen is nagyon sok program van, főleg ami az időseket illeti, a Pilates torna. Igaz, hogy jelenleg én nem járok, mert más egyéb dolgom van, de jó a lényeg, az, hogy megbecsülik egymást, az idős szeretik egymást, odafigyelnek, és főleg az, hogy figyelik egymást, hogy ha valaki valahonnan hiányzik, akkor vajon miért hiányzik, és ez városban nincsen, legalábbis ez a tapasztalatom. A fiatal gesztesiek igénylik-e az idősebbek tapasztalatait, hogyha már hagyományőrzésről van szó? Hát az igazság az, hogy igénylik, de nagyon ritka alkalom van arra, hogy az összejövetelekre eljöjjenek. Tudnélik, ők aktív dolgozók. A nyugdíjasnak meg rengeteg ideje van. Hát ez a rengeteg idő, ezt egy kicsit azért megcáfolnám, ha szabad így elhúznom az időt, mert mindent ránk bíznak, és a végén a 24 óra nagyon kevés, de boldogan csináljuk. Ez egy katolikus falu, és ilyenkor Katalin nap előtt vannak a ünnepek, illetve a dáridók, és van egy német mondás, hogy Katrin Spirikányai. Ez magyarul azt jelenti, hogy Katalin zárt be a hegedűt vagy a dallamokat, és ezért már nincsen vigasság, tehát a karácsony az inkább a családnak az ünnepe itt falu helyen. De a hagyományőrzőknek van a faluba egy olyan szokása, a hagyományos disznóvágás, ott viszont beleadunk mindent. Szent Márton jóságáról már életében legendák keringtek, majd halála után egyre népszerűbbé vált, tisztelete egyre fokozódott az emberek körében. Tatán az 1990-es évekig minden novemberben tiszteletére búcsút rendeztek. A hagyomány egy időre megszakadt, de idén újraélesztették. Múlt vasárnap ünnepi szentmisét hirdettek a Szent Kereszt plébánia templomban. Az értékeket úgy gondolom meg kell tartani, tehát még 20 évvel ezelőtt lelkesen megtartott Szent Márton búcsú nem szabad, hogy elsikkanjon. Főleg most, ugye Európa védőszentje Szent Márton, azt gondolom a keresztény Európának szüksége van segítségre, ezért is kérjük őt és fogászódunk hozzá. A búcsú az mindig egy kicsit felülemelkedés a hétköznapokon. Én azt gondolom, a mai kor emberének erre komoly szüksége van. Néha ünnepeljünk, jöjjünk össze. Szent Márton ugye az újbor bírája, lehet, hogy egy pohár bor is kerül az asztalra. Én azt gondolom, ezekre a percekre, órákra a mai embereknek nagyon szüksége van. Szent Márton Szabária szülöttje, a mai Szombathely mellett született, és kalandos út során került Franciaországba, ahol a szent élete miatt szenté is avatták, püspök lett, és Magyarország védőszentje is egyébként, ezt nem tudja mindenki, hogy Szent István őt kérte fel a Koppány elleni háborúban arra, hogy segítse meg az országot.
Egyébként pedig ugye a Tatai Nagy Templomnak a védőszentje, hogy ezt a képről láthatjuk is. A délelőtti szentmisét követően a délutáni órákban közös áhítatra várták a híveket, ahol Szent Mártonnal kapcsolatos énekek hangoztak el. A Szent Márton búcsút ismét szeretnék hagyománnyá tenni. A fellépés előtti utolsó pillanatokat is kihasználták a fiatalok a gyakorlásra a hétvégén megrendezett Mártonnapi szólótánc versenyen. A gyerekek és a fiatalok sokat készültek a megmérettetésre, de sokuknak a néptánc és a hagyományőrzés elengedhetetlen kelléke a mindennapoknak. Igazából gyerekkorunk óta ezzel foglalkozunk, szóval természetes nekünk, hogy ezt csináljuk. Hát tulajdonképpen ebbe beleszülettünk már, hogy mi táncoljunk, és akkor... Én nagyon várom, nagyon szeretem a ilyen tánccal kapcsolatos dolgokat, mindent. Én párba fogok táncolni moldvai táncokat. Most még nem voltam, és most vagyok itt először. Még nem izgulok, viszont szerintem lehet a színpadon fog rám jönni. A zsűritagok örömmel és elégedetten figyelték a gyerekek mozdulatait. Nagyon ügyesek a gyermekek. Ami nagyon fontos, hogy minél több gyermek foglalkozzon a néptánccal, hiszen rengeteg fejlesztési lehetőség rejlik ebben a műfajban, és nagy öröm azt látni, hogy a gyermekek ilyen produkciókat tudnak a színpadra tenni, illetve természetesen a pedagógusok segítségével, és ebből azt szűrjük le, hogy fontos ez a műfaj, fontos az, hogy a gyermekek foglalkoznak ezzel, és nagyon-nagyon sok mindent ad a gyermekeknek. Az az öröm nekünk, amikor azt látjuk, hogy élvezik a táncot, és ez látszik a színpadi produkción is, hogy mosolyognak, egymásra néznek, egymásra kacagnak a műsor közben, vagy a produkciójuk közben, odafigyelnek a zenekarra. Rengeteg mindenre kell figyelni a gyermekeknek ilyenkor egy-egy ilyen produkciónál, és azt látom, hogy nagyon felkészültek a gyermekek. Ugye tudjuk azt is, hogy sok felől jöttek, tehát még Alföldről is érkeztek innen a környékről is nagyon sok, vagy több műhelyből, több táncműhelyből, és nagy öröm az, hogy ilyen felkészült pedagógusok vannak, akik ennyire fel tudják készíteni a gyermekeket. Az idén először a Menner Bernát Zeneiskola adott otthont a rendezvénynek. Azt hiszem, hogy hagyománnyá fog alakulni, hiszen a vendégek nagyon jól érzik magukat. A szervezők mindent megtesznek azért, hogy zökkenőmentesen zajoljék az egész esemény, és én úgy érzem, és úgy látom a tapasztalatok alapján, hogy mindenki nagyon jól érzi magát, hiszen a művészetek az mindig az érzelmek és a szeretetnek a sugárzását tükrözik. Remélem, hogy ez a mai nap így fog sikerülni, a rossz idő ellenére is. Mindenkiben jó hangulat van, a zsűri nagyon jól dolgozik, nagyon sokat figyelnek, jegyzetelnek, nagyon sok a versenyző, élménydús nap valószínűleg az egész nap, és majd az eredményhirdetésnél kiderül, hogy ki milyen szándékkal érkezett és mivel távozik. A hétvégén megrendezett gyermek- és ifjúsági szólótánc versenyt immár 15 éve szervezi meg a Kenderke Művészeti Iskola, a kezdetektől, saját erőből. A legelsőt egy megyei pályázat generálta, innen jött az ötlet. Azóta hagyománnyá vált, és évről évre egyre népszerűbb. Rengeteget dolgozunk, pályázunk, sokszor eredménytelenül, és akkor ugye az iskola ügyeskedik és gazdálkodja ki, hogy a megyei műhelyeknek legyen egy ilyen nemes megmérettetési lehetősége. Annak idején, mikor elindítottam a versenyt, arra gondoltam, hogy ha egymást látjuk, egyrészt közeledünk egymáshoz, másrészt pedig elkezd a színvonal emelkedni, mert nyilván mindenki le tudja vonni a számára legfontosabb tanulmányokat. Ez megtörtént, ebben a 15. versenyben meglepetésszerűen 30%-os jelentkezési ugrás volt, elég sokat kellett dolgoznunk azon, hogy ezt le tudjuk kezelni. Összesen 64 versenyszám, 92 versenyzővel jelent meg a tegnapi napon.
az önkormányzat támogatásként rendelkezésünkre bocsátotta a Menner Bernát Zeneiskolának a koncerttermét az igazgatóasszony teljes támogatásával. Zsúfolásig megtelt az épület, tehát a látogatottságban is egy rendkívüli érdeklődés mutatkozott. Minden évben olyan zsűrit igyekszünk összeállítani, akik maguk is foglalkoznak gyerekekkel, és az is nagyon fontos, hogy a szakmai véleményüket, a kritikájukat úgy tudják megfogalmazni, hogy az előremutató legyen, és erőt is lehessen belőle meríteni. Rendkívül magas már a színvonal, itt a megyében különösen, és egyébként azt gondolom, hogy az egész néptáncoktatás valami hatalmas forradalomnak a folyamatában van, ami a szakmai módszerben mutatkozik meg. Tehát a műhelyekben egyre csiszoltabb munka folyik, rendkívül tudatosak a pedagógusok, és a néptáncoktatásban most már olyan tartalmi elemek jelennek meg több műhelyben, ami tulajdonképpen részben az oktatás hiánypótlása, másrészt pedig azt a fajta komplexitást bírja megvalósítani, ami az oktatás irányításnak kiemelt szempontja, ám de nincs hozzá tantárgy. A népművészet eleve komplex, és ha ezt így egybe kezeljük, akkor tulajdonképpen adja a komplexitást is, csak be kell hozni a falak közé, ehhez pedig itt a Kenderkében kiváló innováció és pedagógusok vannak. Évek óta visszatérő rendezvény a Bai Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola közösségében a mártonnapi mulatság és felvonulás. A nemzetiségi szokásokat felelevenítve, ilyenkor a diákok német versekkel, rövid előadással is készülnek, hogy az iskolaudvaron és a szülők előtt is bemutassák a sváb hagyományokat mártonnap idejére. Most már valamikor iskola szinten indult, de kinőtte magát ez a rendezvény, és községi szintű rendezvény lett. Minden évben Márton napján egy kis műsorral emlékezünk meg magáról, Szent Márton legendájáról, majd ezt követően egy kis felvonulás következik, ahol az óvodásokon át, akár a középiskolásokig, szülőkig, lampionnal vonulunk végig a falun. Mire visszaérkezünk ide, addigra pedig jó kis libazsíros kenyérrel, forralt borral és tejával várjuk a felvonulókat. Az idei év egy kicsit másabb, mint a tavalyi, mert Szent Márton nem csak a libáról szól, hanem a jóságról, a szeretetről, és az idei évben a Tegyél jót rendezvénnyel 36 idős, egyedülálló lakost kerestek fel iskolásaink, ahol az épület környékén, a kertben rendet csinálva, leveleket összetakarítva segítettek a falu időseinek. Nagyon-nagyon jó volt látni, hogy milyen segítőkészek voltak a gyerekek. Amikor visszaértek, akkor mondták, hogy Anni néni az iskola előtt is, hanem természetesen, és nagy lelkesen csinálták, úgyhogy hatalmas élmény lesz, de az igazi az majd most lesz, amikor itt van a falu apraja nagyja, és akkor közösen megy mindenki. Ez tényleg nagy élmény. Meg mit dir du nix tu el? Lieber Gott, hilf mir! Hagyomány ugye itt mindenképp a libához kapcsolja mindenki. Mi azért ennél egy kicsit többet teszünk. Amikor ez a nap következik, akkor maga a tanterven belül, tanórán, legfőképpen német órán, de történelem és osztályfőnöki órákon is megemlékezünk magáról a történetről. És hát mivel maga a történet és a német nyelvjáráshoz kapcsolódik, így rengeteg versike, ének kapcsolódik hozzá német nyelven, amelyet a gyerekek tudnak is, majd a műsort, hogyha esetleg megtekintik, akkor látják, hogy milyen ügyesen használják és szerepelnek. Advent és karácsony közelettével egyre többeket foglalkoztat a szeretet és az adakozás gondolata. Ezek központi témái Böjte Csaba ferences rendi szerzetes előadásainak is. A Dévai Gyermek Otthon alapítója minden évben ellátogat Tatára. Örömmel jövök. Valahogy, ugye ferencesek is voltak valamikor Tatán, de többször miséztem is a nagy templomban, most itt a Pálmaházba találkozok az itteni testvérekkel. Én igazából mindig a reményről, a jókedvről, a bizalomról szoktam beszélni. Úgy gondolom, hogy az én eszményképem a boldogságos szűzanya. Ugye ő elment szolgálni a kicsiket, a legerzsébethez, és hát szíve alatt hordta a mi úrunk Jézus Krisztust, és ezt jókedvel, örömmel, magnifikátot éneklő vidámsággal tette. És erről a három dologról szeretnék én beszélni, hogy mi is. Hát
hajoljunk le egymáshoz, szeretettel, Isten jelenlétébe éljünk is. Ha lehet, akkor közbe-közben mondjunk egy-egy viccet, tréfát, ugrassuk kicsit egymást is meg. Hát, hogy neki se legyen belénk az élet. A Pálma rendezvényházban már hagyomány, hogy az előadások alkalmával adományokat is gyűjtenek. Lekértem a Szovátai Szent József Gyermekalapítványnak 91 gyermekének egy kívánságlistáját, hogy mit szeretnének a gyerkőcök a fa alá legszívesebben. Nagy örömünkre nem csak egy listát kaptunk, hanem egy olyan egy borítékot is megküldtek, ami tele volt a gyermekek rajzaival és saját levelével az angyalkákhoz, hogy mi az, amit ők legszívesebben szeretnének a fa alá. És ezeket a kívánságokat mi egy-egy mézeskalácsra kötve felhelyeztük itt a Pálmaházba a karácsonyfánkra, és szeretnénk eljutatni minden adományozó felnőttnek, gyereknek, aki szívesen adna ezeknek a gyerekeknek meglepetés, boldogságot karácsonyra. A karácsonyfáról a vendégek maguk választhatták ki, hogy melyik kisgyermeket szeretnék megajándékozni. Van most egy 6 hónapos kisfiam, és nagyon tetszik a kisfiú neve, és nagyon tetszik, hogy a távirányítós autót szeretne. Úgyhogy őt választottam, illetve nem tudom, hogy rokon vagy nem rokon, Réti Csaba Róbert, ő pedig nagyon tetszik, hogy zoknikat és édességet kér ajándékba, szerintem ez szuper jó dolog. Illetve van egy görkorcsolyám, ami rózsaszín, nagyon csajos, állítható méretű, és találtam egy 9 éves kislányt, akit Réti Anna Katalinnak hívnak, 9 éves, és neki szeretném oda ajándékozni. Hétköznap a Kristály Hotel recepcióján választhatnak még a levelek közül azok, akik ajándékozni szeretnének. Akiknek pedig nem jut a fáról, azoktól is elfogadnak cipős dobozba csomagolt ruhákat, játékokat, amelyeket nem csak az erdélyi gyermekeknek, hanem az újúti diákotthon lakóinak adnak át. Két tudományterületet is kiválóan kellett ismerniük azoknak a diákoknak, akik az Öveges József emlékversenyen jól akartak teljesíteni. 114 tanuló jutott a döntőig, amit már több mint 3 évtizede rendeznek meg az Eötvös József gimnázium falain belül. Az ország különböző területeiről 25 intézményt képviseltek. Egyszer kell tudni a diáknak matematikából is, illetve fizikából is. Külön értékeljük a 9. és 10. évfolyamon a matematikából, illetve a fizikával versenyt, illetve összeadjuk a kettő tantárból elért pontokat, és összetversenyt is hirdetünk. Ez az egyik része, a másik pedig az, hogy iskolák között is csinálunk versenyt, amelyet úgy értékelünk, hogy egy-egy iskolából 4 diák jön, 2 9. évfolyamos és 2 10-es, és a kettőnek a pontszám adja ki a gimnázium, illetve iskolai eredményt. Szokatlan a verseny, de pont ez a különlegesség teszi vonzóvá a diákok és kollégák számára, és jönnek vissza már hát évek óta, 30. amikor ez nagy szó. Most talán annyiban könnyebb és nyíltabb az egész, hogy nyertünk pályázatba is támogatást a minisztériumtól, és ez is segíti a szervezést, illetve a megoldást. A matematika és fizika írásbeli feladatokra egy-egy órájuk volt a tanulóknak, sokat és kitartóan készültek a megmérettetésre, volt olyan iskola, akinek több csapata is bejutott a döntőbe. Idén abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az Apáczai Gimnáziumnak 3 csapata is bejutott az országos versenyre, úgyhogy összesen 12 diákot hoztunk ketten egy kollégával. Hát a felkészítésük is így zajlott, hogy hát egyrészt tanórai keretben, másrészt pedig kollégám Zsigri Ferenc tanár úr külön szakkört tartott a korábbi évek tatai öveges verseny feladataira alapozva, készítette fel őket mind a két tárgyból. Hosszú évek óta járok ide, és mindig nagy örömmel jövök, mindig nagyon izgalmasak az előadások is, a kísérletek, amikkel a gyerekek készülnek a versenyek ott, azok is mindig nagyon szellemesek, és tényleg látszik, hogy szívvel, lélekkel csinálják. Úgyhogy én nagyon nagy örömmel jövök minden évben. Mindig minden tanár jó teljesítményt vár el. Ugye a diákoktól az elmúlt években is általában jól szerepeltünk, dobogós helyezéseket egyéniben, csapatban is sikerült begyűjteni, hát reméljük, hogy ez idén is így sikerül. A csapatversenyt idén is a Győri Révai Miklós gimnázium diákjai nyerték, az egyéni eredményeket pedig már közzétették az Eötvös József gimnázium honlapján. A legendás professzorról a következő tanévben is megemlékeznek majd, a versenyt pedig kísérletek és előadások is kiegészítik.
Mind a négy évszakban érdekes és mindig más arcát mutatja a fényes tanösvény. Márkus Ferenc ökológus vezetésével rendszeresen szerveznek sétákat a területen. Ma egy különleges nap van, a teli hold napja, és a fényes tanösvényen szokásos éjszakai túrákat mindig a teli hold napján rendezzük meg. Novemberben ezt már külön nem tervezzük, de mivel hogy a Föld és a holdnak most van a legközelebbi távolsága, tehát egy különleges hold jelenség is van, ezért egy szürkületi témát, szürkületi túrát szerveztünk meg. Meg fogjuk ismerni a szürke 50 árnyalatát. Olyan értelemben, hogy hogyan alkonyodik ránk az este, hogyan változnak meg a fények, hogyan viselkednek az élőlények, hogy érkeznek be a ludak, éppen halljuk már a gágogásukat, ezt talán mindenki ismeri, de más lények is ilyenkor vagy elhelyezkednek az éjszakai pihenésre, vagy éppen elindulnak az éjszakai vadászatra. Ezeket a neszeket, zajokat és ismereteket fogjuk összegyűjteni egy másfél órás túra során. Télen is nagyon érdekes a fényes tanösvény, különösen majd januárban, amikor minden befagy, akkor is meg fogjuk nézni, hogy hogy gőzölögnek a vizek, és a jacuzziban hogy ülnek a kecskebékák. Amikor csak tehetem, akkor részt veszek ezen a túrán, nagyon tetszenek. Feri bácsi nagyon ügyes, sok mindent elmond. A biciklistúra egy külön élmény volt számomra, mert ez volt az első ilyen biciklistúrám. De mindegyik nagyon jó. A holdfénytúra is, úgyhogy én rendszeres látogatója vagyok ezeknek a túráknak. A golfklub volt az még, amit kiemelnék, az is nagyon élvezetes volt. A kilátóba, hogyha fölmegy és lenéz, akkor az valami fantasztikus, mint valami holdbéli táj, és akkor az év különböző szakaiban mindig más-más képét mutatja. Nekem ezt tetszik a legjobban benne. A 18-22 Celsius fokos vízben sok állatnak és növénynek lehetősége van az áttelelésre, így a hideg időszakban is bőven van látnivaló, ami még különlegesebbé teszi a tanösvényt. A népviseleti bemutató újdonság volt a Szomódi Music Fest kínálatában, sőt még egy igazi sváblagzi hangulatát is megidézték a kétnapos rendezvényen. Felléptek hagyományosan a megyei német gyermektánccsoportok is, és mivel folyamatosak voltak a programok napközben, a rendezvény sátor gyakorlatilag reggeltől estig várta az érdeklődőket valami különlegességgel. Idén több újdonság van. Az egyik a sváblagzi, Szomódon még nem került soha megrendezésre, itt a megyében már több település megrendezte. Nagy Nyárádról, Baranya megyéből érkeztek 50-en, akik egy másfél órás koreográfiába, zenekari kíséretben bemutatják, hogy valamikor őseink Baranya megyében hogyan töltötték, hogy telt el abban a lagzit lakodalom. Ez az egyik, a másik pedig a viseletbemutató. Viseletbemutató, tudtommal itt a megyében még nem volt. Tulajdonképpen egyik településen se, meghirdettük a megyei német önkormányzati településeken, és először úgy gondoltam, jó, ha egy 5-6 településről eljönnek, de aztán olyan sokan kedvet kaptak, hogy van olyan település, ahol lakodalmas ruhába, koszorús lányruhába, gyerekruhába, mindenféle ruhákba megjelennek. Őket le fogjuk fotózni, és egy viseletes könyvet fogunk készíteni ezekből a viseletekből. A megyei önkormányzat törekszik arra, hogy a rendezvény programját mindig úgy állítsa össze, hogy ebben a települési rendezvények is helyt kapjanak, illetve nagyon örülünk annak, hogy például ahogy Szomódon is most ez a Music Fest, a megyei betelepülés emlék ünnepe is, a települések felvállalnak ilyen megyei szintű rendezvényeket is, és ezzel gazdagítják a mi programjainkat. Amit az idén a legjobban várok, az a lakodalom, a nemzetiségi lakodalom. Ez több okból van, de egyébként, mivel én civilben pedagógus vagyok, nekem a gyerek fesztivál, táncfesztivál, ez egy nagyon-nagyon szívügyem, és nagyon közel áll a szívemhez, mert ennyi gyereket megmozgatni, és őnekik átadni a nemzetiségi kultúrát, ez a legfontosabb szerintem az összes közül. A jelenlegi 8. osztályos tanulókat és szüleiket várták ma délelőtt a Jávorka iskolában. A mezőgazdaságra szakosodott intézmény nyílt napon mutatta be az érdeklődőknek képzési kínálatát. Nagyon széles a kínálatunk, úgyhogy nagyon örülnénk, hogy ezt mind el tudnánk indítani. A szakgimnáziumi képzésben 3 osztályt szeretnénk indítani, egy mezőgazdasági technikus, egy élelmiszeripari technikus, és egy parképítő, parkfenntartó technikus képzést.
A szakma kínálatban, ugye most ez szakközépiskolai képzés, ott is nagyon sok szakma van. A dísznövénykertész, a gazda, a halász és haltenyésztő, a mezőgazdasági gépész, a pék és a húsipari termékgyártó, és akkor ebben azt mondanám is, hogy ez egy új szakma kínálat, a spárral együttműködve, tehát a spár szorgalmazza, hogy nagyon nagy munkaerőhiány van ezen a területen, és akkor velük együttműködve szeretnénk ezt a szakmát elindítani, úgyhogy a spár kialakított egy nagyon korszerű, modern tanüzemet, ahol a gyerekek a gyakorlatot tölthetik. Nálunk két hiány szakma van, jelenleg a pék és a mezőgazdasági gépész szakma, tehát ők tanulmányi ösztöndíjat kapnak, ezzel próbálják motiválni a gyerekeket egyrészt a tanulásra, másrészt, hogy ugye minél többen jöjjenek erre a képzésre. Ami új volt még ebben az évben, hogy ugye a szintvizsga után a gyerekek a duális képzés keretében külső cégeknél, vállalkozásoknál töltik a gyakorlatot. A saját tangazdaságunkban, tanüzemünkben is töltik a gyerekek a gyakorlatot, és ebben az évben, februártól mi is kaptunk lehetőséget arra, hogy tanulószerzést tudunk kötni a tanulóinkkal, és akkor így gyakorlatilag ugyanabban a támogatásban részesülnek, mint akik vállalkozóknál vagy kinti üzemekbe töltik a gyakorlatot. Mezőgazdasági technikus, és azért szeretnék idejönni, mert osztálytársam is egyik, meg hát érdekelnek a takarmány, gyárművek, meg ilyenek, érdekelnek állatok, haszonállat. A délelőtti órákban több teremben tartottak tájékoztatót a diákoknak és szüleiknek, ahol közelebbről megismerhették az iskolát, ezután pedig a tanórákra és a tanüzemekbe is bepillanthattak az érdeklődők. A jelenlegi műsorrend megtartása az elsődleges prioritás a Tatai Televízió Közalapítvány 2017 évi költségvetésének koncepciójában. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a felügyelő bizottsággal kiegészült kuratórium ülésen tárgyalták meg, majd fogadták el a Tatai Televízió 2017 évi költségvetésének koncepcióját, a költségvetés sarokszámait és az önkormányzati támogatási igényre tett javaslatot. A 2010 óta változatlan támogatási rendszer elsődleges célja a közalapítvány zavartalan működésének biztosítása. Ez önkormányzati többlettámogatási igényt nem támaszt, saját bevételekkel és jelentős pályázati forrásokkal számol 2017-ben is. Áttekintették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiírt pályázatok helyzetét is. A jelenleg folyó rezsistámogatás ez év végén befejeződik, és a következő évben már nem tud pályázni a Tatai Televízió Közalapítvány, mert megváltoztak a pályázati feltételek. A híradós finanszírozás 2017. április 30-ig garantált, ezt követően új pályázatot kell beadnia majd a közalapítványnak. A műszaki fejlesztésre elnyert NMHH-s támogatást még ebben az évben fel kell használni a közalapítványnak, és fejlődhet ezáltal a rendszertechnika, de az éves mérlegre is pozitív hatással van az aktivált eszközállomány értéke. A Tatai Városkapu újság szerkesztését végző stáb munkájával maradéktalanul elégedett a megrendelő és a visszajelzések alapján az olvasók is. Nagy problémát a lap terjesztése okoz, amely rövid időn belül hathatós változást igényel. De mivel ez a Tatai Televízió Közalapítvány hatáskörén túl van, ezért erre csak javaslatot tehet. Tájékoztató hangzott el a hálózatba kapcsolódás tapasztalatairól is. Mint ismeretes, a Tatai, a Tatabányai és a Körzeti Televízió közös műsorfelületet hozott létre, amely 20 településen közel 200 ezer néző számára jelent televíziós szolgáltatást. A nézők és a kábelrendszert üzemeltetők visszajelzése alapján a műsorok színvonalasak és a térségünk életét korrektül mutatják be. A finanszírozás az elsődleges probléma, amelyet a közeljövőben újra kell gondolni annak érdekében, hogy a korábbi működésnek megfelelően képes legyen a Körzeti Televízió, a Tatai Televízió és a Tatabányai Televízió hálózatot alkotva kiszolgálni a térség igényeit. A kuratórium ülés az aktuális teendők áttekintésével ért véget. Különleges programmal egészült ki a Kenderke Művészeti Iskola Mártonnapi rendezvénye. A Gyimesi-Csángó vidékről és Somogy megyéből érkeztek néptáncpedagógusok, hogy megismertessék táncaikat és népdalaikat a kenderkésekkel. Gyors talpaló volt ez a mai nap, tehát egy nap alatt nem csak a gyimesi táncot, de semmilyen táncot
nem lehet normálisan úgymond megtanulnia az embernek, de próbálkozásnak, meg mézes madzagnak, hogy esetleg, ha valaki megszereti, akkor majd későbbiekben tovább tudja tanulni bárhol. Ne adj Isten, még arra is rávetemedik, hogy ellátogasson oda, és ugye ott esetleg részt vegyen az ottani emberek ennek a táncokatanulásába. Így szeretgetik, látszik rajtuk, hogy vannak olyanok is köztük, akik már nem most kezdték, nem a mai nap volt az első. Ugye a felnőttek, a nagyobbak közül vannak, az idősebbek közül vannak olyanok, akik már gyimesen is jártak. Fiatalok, a fiatalabb generáció, azok még kezdőbbek voltak, de ahogy nézem, úgy bevették, benyelték, úgymond, és hát látszik, hogy szeretik is, gondolom. Aztán majd kiderül. Fontos, hogy megismerjük a magyar nemzeten belül az összes népcsoportot szerintem, és hogy kik azok, akik ugye a keleti határvidékeken, a keleti peremvidékeken élnek, és a mai napig megőrizték ezt a nagyon gazdag kultúrát, ők a gyimesi csángók a keleti Kárpátokban. Itt a Gyimes völgyében maradt meg a Hegedű Ütőgardon hangszer együttes, ami ugye egy dallam, illetve egy ütőhangszer, tehát dallam és a ritmus mindössze ebből áll. Ez egy nagyon régi összeállítású zenekar, bár később ez továbbfejlődött, amikor egy kontra, tehát egy brázsaszerű hangszer, de egy ilyen hegedű kontra társult hozzá, aztán Gyergyóban még egy cimbalom is társult hozzá, aztán később, amikor már a bőgő is hozzáállt, akkor meg kikopott az ütőgardon. Tehát innen látszik tényleg, hogy ez egyrészt nagyon praktikus, mert ugye mindössze két zenész kell ugye megfizetni ebbe az esetbe, de ugyanakkor az alapvető alkotó részei a zenének megvannak, a dallam és maga a ritmus. Mi a zselítségből hoztunk ugrós és friss csárdást, mégpedig Senna és Senna környéki falvaknak a táncát hoztuk, ahol reformátusok éltek, akik egykéztek, ezért a viseletük is elég gazdag, és hál' Istennek, hogy elég sok gyűjtés volt a környéken, mind népdalokat, mind táncot gyűjtöttek, úgyhogy a saját táncunkat így vissza tudjuk tanítani, nem csak a mi saját tanítványainknak, gyerekeknek otthon, hanem akár itt tatán is a kenderkéseknek. Nagyon sok éve készülünk arra, hogy a szólótánc versenyt megfejeljük egy olyan tanítással, ahol a leghitelesebb oktatókat, gyűjtőket hívjuk be. Ebben az évben végre sikerült, tehát itt Gyimesből néprajzgyűjtő oktató jelent meg a Sára házaspár személyében, illetve ugyanezt történt Somogyországból, ahonnan szintén egy nagyon hiteles házaspárt, a horvát családot tudtuk behívni. A két teremben párhuzamosan folyt az oktatás, bárki bejöhetett, mindenkit befogadtunk, és egy gyönyörű programnak a végén vagyunk, majd még ezt egy közös mulatsággal zárjuk le. Az 1956-os forradalomhoz, valamint a forradalmat megelőző és az azt követő időszakhoz kapcsolódó versekből állított össze kis csokrot a tatai versbarátok köre. A 60 éves évfordulóra egy verses zenés összeállítással készültek a tagok. 1956. 60. évfordulójára készültünk egy megemlékezéssel, egy verses zenés, illetve verses összeállítással. Ez most már a második előadásunk, október 24-én volt az első, és most a népi iskola felkérésére pedig a második, ma a történelmi csoportnak próbáljuk előadni ezt a műsorunkat. Különböző vers a forradalom előtti időszakról, Illyés Gyulától, egy mondat a zsarnokságról, aztán a forradalmi időszak versei, legfontosabb versei, azok a versek, amelyek visszaemlékeznek a forradalmak a dicső napjaira. A tatai versbarátok köre már 4 éve működik a városban. A megalakulásuk óta eltelt időszakban számos felkérésnek tettek eleget műsoraikkal. A Magyar Kultúra és a Költészet napi összeállítások mellett az Arany János évfordulóra készül az Egyesület. A 60. évforduló alkalmával újabb összefoglaló könyve született az 1956-os forradalom és szabadságharc tatai eseményeinek.
Az 56-os forradalmat nem nagy államférfiak vagy vezérek, hanem hétköznapi emberek robbantották ki, ami még közelebb hozza az akkori eseményeket a 21. századi emberek számára, fogalmazott Rétvári Bence államtitkár a könyv bemutatóján. Az államtitkár szerint ezért is fontos, hogy minél több módon dolgozzák fel a kimondottan helyi történéseket, hiszen ezeket sokkal könnyebb megérteni és átérezni, mint az országos szinten kibontakozó eseményeket. Azt hiszem, hogy országszerte mindenhol, ahol ilyen könyvek készülnek, nagyon nagy érték jön létre, hiszen sokkal inkább közel van mindenkihez az, hogyha a szomszéd utcában történt eseményekről hall, mintha 10 kilométerre, 100 kilométerre onnan történő események számára távoli események írják le az 56-os forradalmat. Maga az 56-os forradalom és szabadságharc abban különbözik más országok szabadságharcaitól, vagy akár a magyar történelem korábbi szabadságharcaitól, hogy nem nagy államférfiak, vagy nagy vezérek, vagy nagy fejedelmek, vagy nagy politikusok robbantották ki, indították el, hanem olyan hétköznapi emberek, akik most is szembe jönnek velünk az utcán. 60 évvel ezelőtt is így jöttek-mentek emberek az utcán, és egyik pillanatra a másikra ők akarták megváltoztatni Magyarországon azt az elnyomást, azt a diktatúrát, azt a szegénységet, nyomort és szürkeséget, amit a kommunizmus létrehozott Magyarországon. Ezért fontos, hogy minél több helyi eseményről, helyi hősről értesüljünk, mert az igazi események azok tényleg helyben történtek 56-ban, nem távol, nem parlamentekben, nem tróntermekben, hanem ott az utcán mindenhol. Tata különösen odafigyel a saját hagyományaira, tudja, különösen megünnepli azokat az évfordulókat, amelyek tényleg a közösséget közösségé teszik az ilyen alkalmak, amikor összesűrűsödik egy kicsit az idő, és vissza lehet gondolni azokra a nagy alakokra, akik valóban példaképek lehetnek ma. És azt hiszem, hogy ha prózában, lírában, dalban egyaránt ez megvalósul, akkor sokkal több húron tud valaki együtt pendülni ezekkel az eseményekkel, hiszen akkor megérinti az érzelmeit, a tudását, a helyismeret, és sokkal több mindenben tudja megszólítani őt, és azt, amit hazaszeretetnek hívunk, magyarságnak, közösségnek, tataiságnak, az sokkal inkább meg tudja élni ezen a sokfajta műfajban. Tata városa különös figyelmet fordít arra, hogy emléket állítson nem csak az országban, hanem a kimondottan Tatán zajló eseményeknek. Már korábban is voltak gyűjtések az 1956-os forradalom tatai eseményeiről, de a 60. évforduló remek alkalom volt arra, hogy az eddig nem ismert részleteket is feldolgozzák. Tatán polgármester elődei már nagyon tiszteletre méltóan készültek abból, hogy a tataiak az 56-os eseményeket megismerhessék, hiszen több alkalommal is kiadásra került 56-ról szóló kötet Tatán. Úgy gondoltuk a múzeum munkatársaival, Schmidt-Meyer Richardnak ezúton is nagyon köszönöm ezt a munkát, és Perger Gyula igazgató úrnak is, hogy érdemes lenne újra összefoglalnunk, hiszen annyi új információ gyűlt össze Tatán, Tóvároson, a környékbeli településekről, új arcok, illetve a régi arcok újabb információkkal segítették ezt a kutató munkát, hogy van értelme annak, hogy ezt egy új kötetbe foglaljuk össze, és nagy köszönet a kormány által adott, az alapítványon keresztül adott támogatásért, hiszen ez tette lehetővé, hogy egy nagyon szép kivitelbe, nagyon elegánsan és egy magas színvonalon készüljön el újra ez a könyv, amely, ha akarjuk, akár a Tata könyvet egészíti ki, ha akarjuk, a Tata történetéről szóló sorozatot egészíti ki, de mindenképpen rólunk, itt élő tataiakról és a mi történelmünkről szól. Úgyhogy ezért nagy köszönet minden adat közlőnek, mindenkinek, aki segítette ennek a könyvnek a megszületését, köszönet a kiadónak, köszönet az íróknak, és köszönet azoknak is, akik korábban már az anyagjaikkal segítették a Tata történelmének ilyen értelmű megismerését, és legnagyobb köszönet Tata 56-os szabadságharcosainak. Hamarosan új otthonukba költöznek a Tatai zsinagógában kiállított antik szobormásolatok. A Liget Budapest projektnek köszönhetően több évtized után megnyugtatóan rendeződhet a Szépművészeti Múzeum gipszgyűjteményének helyzete. A komáromi csillagerőd átfogó megújításával és a Városliget melletti országos múzeumi restaurálási és raktározási központ megépítésével méltó otthonra találhatnak a művészettörténet különleges relikviái, amelyek a jövőben oktatási, ismeretterjesztési és tudományos célokat szolgálnak majd. A gipszmásolat gyűjteménye a múzeumnak két nagy részből állt, az a középkori reneszánsz részből és az antik részből, ugye ennek egy részét itt látjuk Tatán a zsinagógában.
A sorsok meg úgy próbáltuk rendezni, hogy valamelyest ezt minél inkább egybe legyen ez a gyűjtemény újra, és hát a komáromi csillagerőd került kiválasztásra egyik helyszínül, ahol ennek az egykori gyűjteménynek a legnagyobb részét fogjuk bemutatni egy komplett gipszmásolat gyűjtemény keretében, gipszmásolat múzeum keretében. És a tatai zsinagógának a kiállításának a nagyon nagy része az oda fog kerülni, és ott lesz látható. Ott vegyesen lesznek középkori reneszánsz és antik gipszek. Az előkészítés feladatok lezárultak, és a Liget Budapest projektnek van egy nagyon hasznos és áldásos olyan része, amely itt Komárom-Esztergom megyében fog megvalósulni. Az a gipszgyűjtemény, amely egykor a Szépművészeti Múzeum tulajdonában volt, és a 70-es években egy része átkerült Tatára, amelynek szintén csak egy részét, tehát az 1000 darabos egykori gyűjteményből kb. 100 darabot itt a zsinagógában ki is állítottak. Sajnos ezek a körülmények nem tették lehetővé sem az igazán biztonságos műtárgy szempontból jótállás, és főleg az egésznek a bemutatását. Ezért a Liget Budapest projekt keretében a komáromi erődben, a komáromi erődrendszer egyik tagjában, a csillagerődben, annak teljes körű felújítását követően a gyűjtemény legszebb részei, és itt már nem csak az antik gyűjtemény, mint Tatán, hanem az antikvitástól, tehát a görög-római szobormásolatoktól egészen a középkortól át a reneszánszig terjedő legkiválóbb műtárgyi másolatok ott kerülnek majd kiállításra. A restaurálás után a gipszmásolatok a felújított erődbe kerülnek, ahol a munkálatokat már el is kezdték. Konkrét munkálatok már folynak. Már a múlt évben az épületeknek a kibontása, a föld leszedése az már megtörtént. Az volt az egyik első feladat, hiszen a nedvesség nagyon fontos a szobormásolatoknak, hogy ne kapjanak nedvességet, és a szigeteléssel fogják majd kezdeni a munkát. Megtörtént már a pályázatok elbírása is, tehát megvan a nyertes, aki fogja a teljes kivitelezést elvégezni, és a múlt héten a munkaterület átadása megtörtént, tehát most már az érdemi munka, az építkezés is megindult a városban, a csillagerődben. A görög-római szobormásolatok gyűjteménye az 1970-es években került Tatára. A szobrok költözésével viszont újra üresen fog állni a zsinagóga épülete, amit annak idején a szobrok mentettek meg. Valójában az az épület, hogy az egykori zsinagóga, vagy hát most is zsinagóga épület, éppen a gyűjteménynek az idekerülése által mentődött meg, hiszen amikor Bíró Endre, a múzeum egykori igazgatója, próbálta a múzeumot fejleszteni, akkor ez a zsinagóga épület gyakorlatilag funkció nélkül és ad abszurdum lebontásra ítéltetett, mint ugye közösség nélkül és fenntartatlan intézmény, és akkor a Szépművészeti Múzeumtól sikerült megszerezni ezt a kollekciót, és azáltal, hogy ide került ez a kiállítás, ha úgy tetszik, stabilizálódott az épületnek a helyzete, fennmaradt, és ugye itt már gyakorlatilag több generációt a Tatán úgy tudják, hogy ez a görög-római szobormásolatok gyűjteményének állandó kiállítója. A zsinagógát a tervek szerint szeretnék felújítani és új tartalommal megtölteni. Nagyon komoly fejtörést okozott az az igény, ami a Szépművészeti Múzeum részéről érkezett, hogy az a gyűjtemény, amely az övéké, tehát ez a magyar állam tulajdon az itt lévő szobrok, egy új fejlesztés során a Liget projektnek köszönhetően Komáromba, a szomszédba kerülne át. Sok-sok más ilyen szoborral együtt egy egységet, egy nagy egységet alkotna. Ebbe belenyugodva gondolkodtunk azon, hogy akkor viszont mi lenne méltó tartalom ide a zsinagógába, Tatára. Az az épület, ami a város közepén itt a kórház mellett annak idején fölépült, az ima háza volt, és az itt élő zsidó hitközség, a zsidó helyi emberek, a tatai zsidó embereknek volt az ima háza. Éppen ezért jutott az eszünkbe, hogy mi lenne, ha egy országos jelentőségű biblia kiállítást hoznánk itt létre, amely nem nagyon van az országban. Tehát ilyen jellegű, amit mi kitaláltunk, ilyen egyáltalán nincs, aminek az lenne a lényege, hogy mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség, tehát egy több ezer éves fantasztikus irodalomnak a
tartalmát szeretnénk oly módon bemutatni, hogy annak milyen kihatásai voltak az emberiség fejlődésében, az emberi társadalom erősödésében, a közösségek életében. Az első feladatunk az, hogy az épület műszaki állapotát mérjük föl, és annak a felújítását tervezzük meg. Másodszorban ezzel párhuzamosan pedig a belső tartalomfejlesztést közösen találjuk ki. Tehát egy nagyon nagy munka indul most el ezzel a bejelentésemmel, és indul útjára azzal, hogy ezek a szobrok innen elkerülnek, indulhat maga a munka is egy éven belül egészen biztos, maga a fizikai munka is, addig pedig lesz lehetőségünk megtervezni, és a legfontosabbat a pénzt összegyűjteni hozzá.